Az állakat egyelőre még mindenki tartsa a helyén, mert nem sokára ugyanis el fog minket majd Német Gábor varázsolni, de előtte még beszélgetni fogunk. Szia Gábor, már amennyire mi az Imivel képesek vagyunk még itt kérdezgetni téged. Megmondom őszintén, hogy ne fogjunk kezet. De az viszont jellemző rá, hogy te nem csak egy szimpla bűvész vagy, hanem azért te egy színházi előadást mutatsz be a nézőknek, és végül is egy dramaturgia mentén vezeted végig. Igen, nekem az nagyon fontos, hogyha egy műsort csinálok, hogy valamit, akkor ez ne csak egy trükkökből álljon egymás után, hanem egy picit több legyen, és legyen benne valami dramaturgiai vonal, egy nagyon laza cselekményszál, amitől effektív több lesz a mutatvány. Nyilván nem kell még Dante-i komplexitásokról beszélgetni, de igyekeztem egy olyan irányt elkezdeni, ahol már ez így megjelenik. Ezt sokkal jobban szereti a te közönséged, mintha csak így adhok módon bele-bele nyúlnál egy-egy trükkbe? Szerintem egyébként igen, mert így érzik azt, hogy van egy koherenciája az egésznek, és egy kerek egész dolgot kapnak, és sokkal könnyebb elhelyezniük valahol, hogy micsoda ez a dolog, és nem pedig azt látják, hogy jaj, de jó, láttunk egy trükköt, ebben volt ez, volt az, és ezáltal sokkal inkább arra megyünk rá, hogy egy ilyen komplexebb élményt lehessen nyújtani a nézőnek, és tényleg ne csak az legyen, hogy egy ilyen egymást rárakott produkciók legyenek. Abszolút interaktív vagy. Mennyire díjazek? Megmondom, én soha nem szerettem, amikor bevonták a közönséget. Mindig remektem ilyen színházi előadásokon. Mennyire szereti a közönség, hogy részese lehet a trükknek? Igazából szeretik, mert a bűvészkedésnek van egy ilyen sajátossága, hogy az világéletben egy interaktív műfaj volt. És ezáltal egyébként tökre szeretik. Tehát valahol számítanak is rá, hogy akkor most így ők akkor a feljönnek a színpadok, hogy akkor megfejtjük a trükköt, hogy akkor izém, akkor benne lehetünk, és hogyha ha velem csinálják, ó, akkor biztos engem nem fog átverni, vagy nem történik meg. De. Aztán de. Mennyire, hogy találod ki a trükköket? Nem egyedül, van egy kis kreatív stáb, akikkel dolgozom együtt, mert hát én azt vallom, hogy attól, hogy van egy ötletem, az tök jó dolog, de kell más nézőpont is, kell olyan emberek is beszélgetni, akik szerint az butaság, akik szerint az nagyon jó ötlet, akkor ezáltal tudjuk úgy finomítani, és ezáltal tudjuk úgy összerakni a produkciót, hogy ténylegesen egy egész legyen. Tehát mit tudom én, nem azt mondom, hogy dramaturgokkal dolgozunk, mert még nem, de legalább akiket ismerek és a szakmában jó barátaim, nagyra tartom, vagy éppen teljesen laikusak, ők is el tudják mondani, hogy mit gondolnak. Mert nyilván mi egy ilyen furcsa, másfajta gondolkodásmód mentén dolgozunk, mert tudjuk a trükköt, és ahhoz próbálunk műsort keríteni, mikor igazából a műsorhoz kéne majd trükköket oda rakni, mert az lesz, akkor lesz egy fokkal magasabb szintű szerintem az egész műsor. És van ilyen vágyott trükköd? Mert olyan is, amitre nagyon vágytál, és már meg tudod csinálni, vagy olyan, amitre nagyon vágytál, és még nem tudod megcsinálni, de egyszer megfogod. Mindkettő van igazából. A kedvencem, amit megcsináltam, az a Szabadsághíd közepén 300 néző szeme láttára. Igen, az a híd. Igen. Ott eltűnt a lány, illetve néhány másodperccel később megjelent a szemközti híd pillér tetején a címer alatt. Aztán. Tehát ez amit így gyűlt, hogy jó, ezt meg kell csinálni, és akkor erre itt kitaláltuk, dolgoztunk rajta, és az egészet talán meg lehetett csinálni, és így... És ennek mi a trükkje? Hát fogalmam sincs, a lány tűnt el és jelent meg, hát most én csak kitaláltam. Ki volt a lány, akit elvarázsoltál? Molnár Zita, egy kedves ismerősöm, táncos lány. Ja, hogy magad körülötted azért vannak ilyen jelentkezők, hát, akik ott vannak, igen, és azt mondják, hogy Gábor, engem bármikor, bárhova, bármelyik hídról, bármelyik hídra. Nem, ilyen soha, nem. Nyilván vannak, de meg kell felelni különböző tulajdonság. Tehát kell, tehát jó színpadi mozgásúnak kell lennie. Nem elég, hogy valaki csinos, mert ha mondjuk úgy mozog a színpadon, mint egy trampli, akkor ez nem jó. Illetve nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy egy ilyen dolgot ténylegesen össze lehessen hozni. Tehát az a másik dolog, ami fontos igazából. Meg az, hogy szeresse a szakmát. És a mindennapi életben használod, mert most pont az jutott eszembe, hogy van az Így jártam anyátokkal című sorozatól, a Barney állandóan bűvész trükköket vett be, mint a legjobb csajozási forma. Igen, azt kevesen tudják, de egyébként Neil Patrick Harris valóban bűvész, tehát ő tanult, illetve a Los Angeles Magic Castle-nek a tagja. Ja, hogy ő egy... Tehát ő egy valódi bűvész, aki egyébként... Megkerülted a kérdést, érzed? Hát tudom, nagyon jól csináltam. Ha a bérokra törsz, akkor megfordítjuk. Nem gondolok, hát attól függ. Nem gondolkoztam egy ilyen színészi babérokon. Inkább ez a ilyen színházi, YouTube, ilyesmi dolgokban gondolkoztam igazából. A kérdésedre válasz. Igen, nyilván amikor fiatal volt, nyilván kipróbáltam, nyilván működik, és tök jó. Nem mondom azt, hogy ez nagyon nehéz, de mert nem. Kérlek, adás után maradj itt egy-két trükkre. Jaj, na jó, végre rátérhetünk, ami miatt az én is nagyon izzad, meg én is. Értem, akkor várjál. Ne, meg örülök, készülj. Elővettem a ládát, nem véletlenül. Gábor, mit tervezel velünk?
Az 38-as műsorból van egy részlet, egy szám, amit kitaláltam nektek, hogy ez jó lesz. Ehhez kell, amit látunk, tehát egy irdatlan méretű macséta, három répa. Fének hivetkőzik, jó? Olyan vagyok, mint egy ilyen főzősó, nem? Így, három répát, és egy hatalmas macsétát. Inkább rakd le. Felszeletelem neked, meg megeszem, meg... De már, mondjuk én a dobozt itt hagyom magam mellett. Igen, azt csak rakd le. Biztos, ami biztos. Kérem a mikrofont. Az ott odaadjam. Viszlát. Viszlát. Szerbusztok. Hello. Na figyelj. Itt a kard. Nyugi. Nézd. Vagy tudom mit? Csináljunk más, hogy először megkapod a répát. Aztán megkapod a répát. Fogd meg. Annyira lesz a feladatod, hogy kinyújtod a répát. Így megfogod a végénél, és amikor azt mondom, hogy most, akkor így tartod, és nem csinálsz semmi mást, jó? Mostra semmit nem csinálsz. Aha, kinyújtod a kezed. Nagyon jó, így tartod, és a mostra semmit nem csinálsz, csak így megmerevedsz. Oké? Okay? Most elengedheted. Most ragd le. Detto ugyanez lesz a feladat. Amikor azt mondom, hogy most, kinyújtod a kezed, fogod a répát, ennyi. Foghatom még így, vagy csak a mostra? Elég, ha mostra. Ne fáradjon el a kezed, jó? Megvan? Meg! Nagyon jó, figyelj! Ha nem állulok el, tuti jó lesz. Azt mondják egyébként, ha a látásunkat elveszítjük, a többi érzékünknek kell felerősödnie. Sokkal gyorsabban futok. Ennyi. Kérlek, hitelesítsd, hogy ezen nem látsz át. Nem látok át, nem hallanak. Fogd a kaszáthoz. Nem látok semmit. Nem látok át. Nagyon fogom a népám. Figyi. Ne. Koncentrálj. Ha? Valamelyikőtök adja ide a kardot. Köszi, aha. Állj vissza a helyedre. Most nyújtsátok ki a kezeteket. Megvan? Nyugi. Nem mozdulj. Lerakhatod. Nem mozdulj. Sikerült? Nagyon. Fogd meg a kardot, légy, ragd le a répát. Fogd meg a kardot. Mm-hmm. Ezt senki ne próbálja ki otthon, ezt határozottan igen, kérjük. Igen, kérek izét. Ilyen izet. Gábor rendbe szedi magát. Mi pedig Angélától, bocsánat, én stresszevő vagyok. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, Gábor. Igen. Fantasztikus voltál. Köszönöm a segítséget.